18-a. 18-án, ez Kolozsváron este 6 óra találkozunk, így van. Így van, így van, így van. Azért mondom, hogy azon már is részt akarok akkor. Tehát akkor addig viszont nem találkozunk. Addig nem. Mert marad 10 percünk arra, hogy még kérdezzünk a Gabitól. Ugye ma este már ki kell állnunk nyilvános fórumra, ahol én például azt a témát szeretném feszegetni, hogy mi az oka annak, hogy gyakorlatilag önként lemondanak a magyarok a nyelvhasználati jogról, illetőleg milyen más jogukról mondanak még le önként? A méltósághoz való jogukról mondanak le. Tulajdonképpen őszintén megmondom, hogy az, amit én nem tudtam tolerálni, és végeredményben ugye az én párom magyar és német állampolgár. Én magyar és román állampolgár vagyok. Tehát megtettük volna, hogy jövünk Nagyváradra élni és lakni. De az, az igazság, hogy én mindig azt tapasztaltam, mikor hivatalokba mentem ügyet intézni, és minden mozdanatokban a románoknak, hogy a méltósághoz való jogomat sértik meg. Uh-huh. És én ezt már nem tudom elfogadni. Amiatt, hogy magyarok? Amiatt, hogy magyar vagyok, igen. És ez annyira megalázó. Ezt én a saját, tehát én most nem mint ügyvéd beszélek hozzátok, hanem mint ember beszélek hát, veletek. Így van. Hogy az embernek a méltósághoz és való jogát. Minden eszközzel. Oda megyünk, és például megszalok. Tehát én általában két nyelven köszönök, mikor bemegyek egy intézménybe. Bonazioa és jó napot kívánok. És már látom az arcán. Már annyira finomodva ez az érzékem, hogy már látom az arcán, meg a szemén, hogy most vagy gyűlöl, vagy így összehúzza a szemöldökét, és tehát látom, hogy nem tetszik neki. Hát azonnal, ez a legkevesebb, igen, van, aki mondjuk nekem nem szóltak be, hogy miért beszélek, én nekem soha nem volt ilyen tapasztalatom, de nálam elég az, hogyha látom az arcán, mert az nálam egy már rossz, ez már egy rossz pont, és egy rossz érzést ad utána. Egy rossz érzést ad. Gyakorlatilag igen, nincs egy lélektani viszonyulás, ez egy pozitív viszonyulás. Valahogy ott, ahol a multikulturalizmusá úgymond, tehát ugye tehát több nép vagy nemzet él egymás mellett, és ott megvalósult a több nyelven való, a valós két vagy három nyelvűség. És Európában vannak ilyenekre példák, hogy ennek nincs itt hagyománya is történt, és nem tudott a két nép összecsiszolódni, hogy valódi, ha bár ugye azért Erdélyben volt, mert a Magyar Királyság idején pont az, hogy volt, és hogy ugye a tolerancia fészke volt annak idején Erdély, és a románoknak is ugye iskolákat, meg kórházakat, meg tehát ők emberként voltak kezelve, az képes, hogy ők most a hatalmat és az erőt gyakorolják fölöttünk, és nem emberként, kezelnek. De azon kívül, hogy csúnyán néznek, most hagyd legyek az ördög ügyvédje, hogy valaki hallja azt, amit te mondasz, akkor azt mondja, hogy hát ez egy túlzott érzékenység, az, hogy csúnyán néznek. Önnek üzletben köszönök, magyarul csúnyán néznek. Éreztetni, hogy azon kívül, hogy csúnyán néznek, mi az, ami éri az embert. Én nyilván te is magyar iskolába jártál, persze, nem? Ahol magyar gyerekek vannak együtt, magyar pedagógusok, tehát ott egy védett magyar közegben van az ember, és akkor onnan kikerül, és akkor érik ezek a... Akkor érik. Viszont amikor bekerültem az egyetemre, én teljesen identitásomat vesztettem. Ott voltam, hogy egy adott pillanatban nem mertem megszólalni Kolozsváron. Én szégyeltem magam, hogy magyar vagyok. És ezt most halál komolyan mondom neked. Tehát most is, mikor eszembe jut, akkor tényleg úgy van, hogy... És ráadásul az első évben, amikor az egyetemen voltunk, az Emir Bók, aki most Kolozsvárnak a polgármestere, alkotmányjogot tartott. És akkor volt ez a Petőfi Schiller Egyetem, ugye, tudom, még emlékeztek el. És első órán egy olyan diszkurzus tartott a magyarok ellen, a Petőfi Schiller kapcsán, hogy én bennem így, mint a kártyavár összeomlott minden, de ezt nem hiszem el, és ez az első óra volt. Mint diák, mint fölkerültem egy teljesen magyar közeg, ugye Székelyhídon 90% magyar többség, soha nem beszéltem románul, nem is tudtam, mert alig tudtam megszólalni. És mint egy kártyavár így minden összeomlott bennem. És úgy mentem ki, mint egy ilyen kimosott, egy rongy, érted? Tehát egy rongy, aki semmiben vesznek, beletörlik a lábukat. Ez nagyon-nagyon kemény, és egy diák ezt át kell élje. Ezt át kell élje egy magyar diák. Ha meg akar állni egyáltalán valamilyen szinten, vagy egyáltalán valamit akar az élettől. Ezen megüzentek egyébként a magyaroknak, hogy... Megüzentek, így van, pontosan, hogy ti itt a hierarchia.
Így van. És ez volt az első alkotmány jogi óra, és akkor ez az egész ilyen szellemben folytatódott. Hiába voltak magyar szakok, a magyar szak csak arra vonatkozott, hogy felvételiznek. Hát a magyarok magyarokkal versenyeznek, a románok románokkal, és akkor így ugye egy úgymond tisztességesebb versenyt biztosítottak. De utána összecsaptak minket, tehát utána már a románokkal kellett konkurálni, és föl kellett nőni hozzájuk. És nyelvet meg kellett tanulni, de nagyon nehéz. Vissza tudsz emlékezni konkrétan, mi voltak azok, amiket mondott? Nem tudom, azt tudom, hogy nagyon összetörtem akkor. Akkor nagyon összetörtem, és teljesen identitásomat vesztettem. És mi volt akkor neked a gyógyír, vagy hogy tudtál tovább lépni? Hát úgy, hogy elkezdtem foglalkozni a magyar történelemmel, mert ugye a történelmet nálunk az iskolákban nem tanították, úgy Erdély történelmét, Nagy Magyarország. És akkor ugye kezdtem ezek a dolgokkal foglalkozni, és nem csak utána már tovább is mentem, ugye engem érdekel a spiritualitás, meg ezotéria, és ezekkel is elkezdtem foglalkozni ilyen szinten. És akkor így visszatértem önmagamhoz, végül is az emberhez tértem vissza. Tehát nem a magyarhoz, azért mondom, hogy azért jutottam el idáig, mert nem emberként kell, mármint nem magyarként, hanem emberként kell kiállni az emberekért. Mert és így jutott el ez a hivatáshoz, amiben igen. most vagy. Tehát, igen. hogy ügyvéd vagy, és hogy a jogot használod az igazság igen. érdekében, igen. és igen. a magyarok méltóságának, az emberi méltóságának a megvédése érdekében. És ez a kedves ember most hol polgármester? Kolozsváron. Pont Kolozsváron? Hát ő volt a kétnyelvű felirat, helységnév feliratozásnak a legnagyobb ellenlókötője. Tehát ő volt a két. Mondhatok valami? Mondjál. Azt szeretném mondani, hogy én szerintem, amikor 1920-ban Erdélyt elcsatolták, akkor az volt a mai EU hatalmak, a nagyhatalmak magyarázat, hogy a románoknak a kulturális színvonalát majd a magyarság fel fogja emelni, mert ugye a magyarság az a kultúrát. Most ez teljesen fordítva történt, viszont ez a nagy deficit, ez a nagy kulturális deficit és a kisebbségi érzés, szerintem, ez én véleményem, ez vezet ehhez a brutális személyi elnyomáshoz és a személyi terrorhoz, mert kisebbségi érzésbe szenvednek a magyarokkal szemben, még mindig. Ők is, de ezáltal ránk nyomják a bélyeget, és a fiatalok így nőnek föl. Tehát aki elmegy Kolozsvárra egyetemre, igen. vagy Nagyváradra, ugye, azok a fiatalok szerintem rendeltetésszerűen átmennek ezen a folyamaton. És van, aki veszít, van, aki győz. És nem biztos, hogy a mérleg nyelve a győztesek felé fog elmozdulni. És vannak nem tudom, nekik valamiféle önsegítő csoportjaik, hogy így mondjam? Hát most ugye a Szapiencia, tehát aki akar, az végül is magyar egyetemre iratkozik, a Szapienciára, vagy itt a Párcium Egyetemre. Hát ez egy nagy mencsvár, de nekünk ez akkor nem volt még. Mm-hmm. Akkor ez még nekünk nem volt. Tehát ezért is fontos, hogy legyen magyar egyetem. Így van. Nagyon-nagyon fontos. Nem volt nagyon jelvelépés jogilag, de közben az alatt az idő alatt vajon hány magyar költözött el Nagyváradról, és hány magyarnak annyira fontos a megélhetéséhez például, vagy a megélhetésének az, hogy most két nyelven ki legyenek kiírva a táblák. Tehát nem azért maradna itt a magyar Nagyváradon, mert most két nyelven Én ezt értem, hogy mit mondasz, itt két dolog van, ugye én 2012-ben kezdtük el jogilag az utcaharcot. Ők mint civilek, mint aktivisták csinálták. Mi 2012 óta dolgozunk, tehát az 4 év igazából. És igazából most fog kifutni az első per, ugye, ahol már végleges és visszavonhatatlan döntés születhet. Csak hát mondom, a legfelsőbb bíróság húzza-nyúzza az időt és nem ad határidőt. Kettő pedig nagyon fontos szerintem, mert hogyha átmegyünk a magyar határon, és megnézed ott a határmenti magyar településeket,
ott ki van írva két nyelven, és a szolgáltatások is két nyelven vannak. Gyulára, ha elmész, román nyelven ki van írva minden, és román alkalmazottat, román nyelvű alkalmazottat vesznek föl. Tehát, hogyha megértenék, és Gyulán, tehát egy nagyon fejlődőképes turisztikai központ van kialakulóban Gyulán, meg nem csak Hajdúszoboszlón is, tehát várják a románokat tárt karokkal. És a modell, tehát a példa ott van. És ha ezt meg tudnák Félixfürdőn, mert itt is vannak termálfürdők valósítani, ugyanolyan virágzó turisztikai központen. És ezt nem értik meg, hogy a gazdasági szempontból is, hogy nem akarják. És gazdasági szempontból is minden szinten megérné nekik. Igen, meg annyiban azért. És ezért nem is jönnek a magyarok. Azt mondom, hogy a két nyelvű táblák, hogy tegyük fel, az megvalósult volna ma. Most két nyelvű táblák bennenek ma nagyvállalóan. Hogy ez mennyire lett volna egy fontos mérce, vagy egy mérföldkő, hogy, óriási, mert hogyha végigmennél a sétáló utcán, és ránéznél a két nyelvű utcán éttáblák, és azt magyar, fölragyogna a szemed, ha itt élnél. Ha itt élnél a szülőföldön, és itt nőttél, tehát itt születtél volna, és itt nőttél volna föl, és fölnéznél, azt mondod, hogy itthon vagyok. Itthon vagyok, de így nem vagyok itthon. De még az nem jelenti azt, hogy tegyük fel egy magyar fiatal, nem vándorolna ki Németországba a jobb gazdasági... Lehet. Ez benne van amúgy is a pakliban, de kisebb esélye van, ugye, ahogy Atomi is mondja. Szóval ez egy annyira szimbolikusan, annyira fontos előrelépés lenne a két nyelvű tábla, hogy emiatt a magyar öntudat úgy... Azonnal erősödne. Azonnal így van. Látványosan. Tehát a pszichózisnak, hogy ezt tisztáztuk, hogy itt egy nagyon komoly pszichózis van a magyar oldalon és a román oldalon. Így van. A pszichózisnak azon kívül, hogy tökéletesen igazad van a kétnyelvű táblában, de azon kívül a kétnyelvű tábla és a nyelvhasználatunk kívül még ilyen oldását érzettem. Hát utána ugye már, tehát párhuzamosan is mehet ugye az önrendelkezés, tehát utána már van tárgya az önrendelkezésnek, akkor már erősödne a jogtudatosság, az emberek használ, élnének a jogaikkal magyar nyelven, akkor már van tárgya. Tehát én tudom, hogy nagy bajok vannak, mert nem csak itt Partiumban, de Erdélyben, tehát ugye a székely településeken, de jó, ott ugye magyar az alkalmazott és magyarul beszélnek, de ugyanúgy a formanyomtatványok nincsenek meg két nyelven, tisztelet a kivételnek, a határozatok nincsenek meg két nyelven, tisztelet a kivételnek, lehet van egy-kettő-három példa település, ahol igen, de ott sincsenek meg. Hát a CEMU elment és tartott tavaly előtt valamilyen hasonló képzést a közigazgatásban a kétnyelvűsítés céljából, és nem értették, hogy ez most miért kell. Nem értették meg. A magyar alkalmazottak nem értették. De erről majd Enikőre, majd szólok én is neki, hogy beszéljen róla, mert ez nagyon fontos. Azért te is mondjál egy két-három ilyen kulcs gondolatot, vagy kulcs szót, vagy kulcs kérdést, hogy mivel lehetne föl nyitni a szemeket, meg a szíveket ez ügyben, hogy ez igenis fontos. Tehát, hogy te jogászként, emberként, erdélyi magyarként mit mondanál, amire azt mondanák, hogy aha, lehet, tényleg, ebben van valami. Először is az, hogy emberként kezelni egymást, másodszor, tehát az emberi méltóságot tiszteletben tartani, és nem másodrendű állampolgárként kezelni minket. Tehát nincs hierarchia, mi egyenlőek vagyunk. És hogy ez a nyelv, tehát és a nyelv az azt jelenti, hogy ezáltal kirekesztenek minket a közhatalom gyakorlásból, a közigazgatásból, és akkor azonnal ott van, hogy jó, akkor én, mint magyar románul kemeksz, és az már nem egyenlőség. Ez így nagyon fontos szerintem, ugye? Te is már közelebb kerültél a megértéshez, Marika, igen, ugye? Igen. Akkor szerintem nagyon köszönjük a vendéglátást.